Pár napja ezzel a fotóval volt tele a közösségi média, az ellenzék is értetlenül állt a furcsa látvány előtt. A Kígyó utcai kerékpárút fotóját sokan próbálták értelmezni komoly és viccesebb kommentekkel egyaránt. Volt, aki azt írta, nem a csíkkal van gond, a kerítést tették rossz helyre, de volt, aki rávilágított, máshol is van ilyen a városban. Ugye én nem vagyok közlekedésmérnök, de azért az világossá válik, hogy az elválasztás az egyik felére a gyalogosokat jelöli ki, a másik felére pedig a kerékpárosokat. Tehát egyértelműbbé kellett volna tenni a jelzésekkel, akár úgy is, hogy a KRESZ jelzésein felül kiegészítéssel él a jelzéseket elkészítő, hogy onnantól kezdve, ugye attól a bizonyos csomóponttól kezdve már közös használatú ez az útfelület. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy egyébként elég keskeny ahhoz, hogy biztonságos módon gyalogos és kerékpáros közlekedés bonyolítson le ez az aszfalt felület. Mi is utána jártunk, hogy ezt miért így alakították ki, és hogy szabályos-e. A Debreceni út Kígyó utcai csomópont átépítése során a Kígyó utca déli oldalán két irányú forgalom lebonyolítására alkalmas kerékpárút épült, mintegy 243 folyóméter hosszban, a Víztoronytól a Kígyó utca 4 számig. Ez a kerékpárút csatlakozott az Arany János utca Szarvas utcai körforgalom átépítése során már korábban megépített azonos oldali kerékpárúthoz. A KRESZ 21. paragrafusának első bekezdése kimondja, hogy a gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs a leállósávon, az útpatkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie. Így tehát, bár a tábla nem jelzi, ezen a kerékpárúton közlekedhetnek a gyalogosok. De akkor mire szolgál a sárga vonal a házak mellett? A kijelölt sárga burkolati jelszél, az a 35 cm széles sáv, az valójában csak egy biztonsági sávként nevezett létesítmény, tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos szélesebb babakocsival közlekedik rajta valaki, vagy bármi, vagy hogyha kilépnek az ingatlanba az ingatlan tulajdonosok, ne az legyen, hogy egyből a kerékpárútra lépnek ki. Tehát az nem gyalogosok közlekedésére kijelölt burkolatfelület, hanem az csak és kizárólag az épület és a kerékpárút között kijelölt biztonsági sáv. Az elkészült kerékpárút, a jelölése és a használata tehát szabályos a Kígyó utcán.